ki vagy? Jó. Nekünk az életünket elrontott, de igazad van. Köszönjük szépen. Ruhások a másik oldalt. Szeretnénk egy kicsit ezen változni. Sziasztok, Kingek! Én nagyon értékelem Goldman munkásságát, mivel egy olyan szervezőnek tartom, aki rengeteget dolgozik azon, hogyan tudja innoválni és színesebbé tenni az Airsoft játékait. Most egy olyan ötlettel állt elő, ami az itthon megszokott egyszínű versus terepszínű dresscode felállást volt hivatott leváltani. Próbáltuk, milyen úgy játszani, hogy a világos sárgás színek, például a Multicam és a DCU játszik, a sötétebb zöldes színek, például az EMR vagy az M81 Woodland ellen. Az ötlet alapvetően remek volt, de akadt egy komoly hátulütő. A próbajátékon majdnem 40 fok volt, és harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. Így a játékosok valahogy kevésbé voltak hitottak az új ötletekre. Szóval sajna, volt drámázás rendesen ezen a próbajátékon, pedig szerintem alapvetően nagyon jó volt ez a dresscode ötlet, és az egész koncepciót előremutatónak tartom. Na, nézzük, mi is történt. A Frontvonal nevű játéksorozatot folytattuk. Mi eddig három ilyen játékon is voltunk. A koncepció az, hogy a keleti és a nyugati oldal harcol egymással a nagykátai erdőjét. Szerintem magbak. Van 5 ellenőrző pont, amit el kell foglalni a támadóknak. A visszaálló pontok folyamatosan változnak, annak függvényében, hogy éppen melyik pontot támadja az az oldal, aki a járművet birtokolja. Vagyis, ha mondjuk 3-as pontot támadja a keleti oldal, a nyugati oldal a 4-es, a keleti oldal pedig a 2-es pontról állhat vissza. A támadóknak egy terepjárót kell kísérniük a következő pontra, ha a gépjármű beért és a pont védőit kipucoltuk, a miénk lett az ellenőrző pont. Ez volt a másik dolog, ami komplikációkat okozott. Volt sajna bőven félreértés abból, hogy melyik pont támadható, és melyik nem támadható, illetve hogy honnan lehet visszaállni. Ott van, nyílt terepen, lőjétek! Te melyik oldalon vagy? Lőd le, nyugati azt mondta. Mondom nekünk, ez volt a harmadik nagykátai frontvonal játékunk, és ebből eddig soha nem volt még gond. Egészen addig, amíg nem volt 40 fok. Mi a keleti oldalon, vagyis a támadókkal játszottunk, ahogy ezt mindig is szoktuk ezen a játéksorozaton. Hárman voltunk a rajban, a játék során nagyjából fél négy körülre sikerült minden pontot elfoglalni. Volt ezért párszor, hogy alaposan megszorongattak minket, az oktogont, vagyis a harmadik pontot például alig tudjuk megtartani. Igen. Addig le tudod medikálni Petit, léci! Ami valamiért a legtöbb gondot okozta egyébként az volt, hogy mindkét oldalon lehetett sisakban játszani, ha ez megegyezett a gyakorló rejtő mintájával. A szervezők erről még külön posztot is tettek ki Facebookra, nagy piros betűkkel, de sajnos még ez sem volt elég. Nem. Elolvasod a játék leírást, ott benne van, hogyha azonos rejtő mintával azonos színű sisakod van, jelen esetben a stimmel, akkor keleti oldalon is játszik. Ugye Magyarországon úgy szokott lenni, hogy az egyik oldalon sisak és búni játszik, másik oldalon pedig mindenféle civilszerű fejfedők, például baseball sapka. Most nyilván én voltam az egyik álnok ember, aki sisakban játszott, úgy, hogy egyébként alul felül és elmen rejtő minta volt rajtam, és ilyen húzat volt a sisakomon is. Bár ez a dresscode-nak tökéletesen megfelelt, okozott pár kellemetlen pillanatot, többnyire az ellenfélnek. Ki vagy? Jó. Nem. Tűz alatt a kocsika.
Csak hogy még tovább komplikáljuk a dolgokat, volt egy csapat, aki orosz partizán rejtőmintában játszott, de karszalagot kaptak, és átálltak az ellenséges oldalra, hogy meglegyen a balansz. Ez egyébként nekünk speciál abszolút nem okozott gondot, többször is összelőttünk ezzel a csapattal, és mindig izgalmas harc kerekedett belőle. Megvolt. Megvoltam már! Megvoltam már! Sajnos tényleg egy kicsit összeértek a dolgok, ahogy ez sokszor szokott lenni nyári játékokon. A meleg, a sok baráti tűz, a sűrű, bozót miatti vélt találat meg nem adások, visszaálló körüli kétek miatt talán egy hangyányival az átlagosnál azért több volt a dráma. Ettől függetlenül amúgy szerintem ez egy királyjáték volt, mi nagyon jól éreztük magunkat, jókat harcoltunk, jók voltak a feladatok, és szerintem az oldalirányításunk is remek volt. Én remélem, hogy a dresscode-dal kapcsolatos drámázás nem veszi el a szervezők kedvét attól, hogy egy kicsit finomítva, de újra megpróbálják ezt az újfajta felállást. Esetleg annyi javaslatom lenne, hogy célszerű lenne korlátozni mindkét oldalon a mellényt és a kiegészítőket is az oldalnak megfelelő mintára. Így például nem lenne az, hogy valaki mondjuk multicam mintájú mellényben és zöld pólóban szinte azonosíthatatlan távolabbról. Meg talán érdemes szerintem kivezetni szépen lassan a nagyon civil cuccokat is, mint a, mondok valamit, rikító kék póló vagy a kirocsink. Szerintem egy olyan logika, hogy a sárgás színű katonák játszanak a zöldes színű katonák ellen, teljesen követhető és értelmezhető. Nyilván ez a megközelítés nem biztos, hogy rövid távon annyi játékost fog hozni, mint hogyha mindenkit mindennel beengedünk valamelyik oldalra, de nem is lesz az hosszabb távon, hogy túl sok a friendly fire és az azonosítással kapcsolatos drámák, és ez elveszi a játékosok kedvét az egész játéksorozattól. De persze ez csak egy javaslat, meglátás tőlem, mint egyszerű játékostól. Tudom, hogy vannak más szervezők is, akik próbálkoztak már hasonló dresscode-dal, és végül elvetették a dolgot, de én speciál nagyon örülnék neki, hogyha a szokásos civil versus terepszínű felállás helyett más is működne Magyarországon. Végül még egy tip, vagy inkább tapasztalat, ami talán hasznos lehet neked, mint játékosnak. A meleg nyilván sok mindenkit kikészít, de a tűrőképesség tapasztalatom szerint itt is fejleszthető. Én évek óta rendszeresen eljárok futni, meg szabadtéri edzőteremben edzeni, még ilyen melegben is, nem készülök ki annyira, ha netán felmegy egy kicsit a hőmérséklet. Szóval szerintem, ha tudod magadról, hogy nem annyira bírod a forróságot, mégis airsoftozni akarsz, érdemes szerintem elgondolkozni azon, hogyan fejlesztheted a toleranciádat. Persze, ha ilyen melegben edzel vagy airsoftozol, mindenképp érdemes egy rengeteg vizet inni magaddal, és inni 15 percenként akkor is, ha éppenséggel nem vagy szomjas. De ha rendszeresen sportolsz melegben, lényegesen jobban bírod majd a szélsőséges időjárás megpróbáltatásait. Meg amúgy airsoft mellé szerintem egyébként is érdemes rendszeresen sportolni, legalább futni. Ezzel igencsak fejlesztheted az állóképességedet. Köszönjük a játékot és köszönjük a figyelmet, kedves barátaim! Legközelebb igyekszem majd egy videót összedobni a kezdő felszerelések éles használatáról, szóval ne felejtsetek el feliratkozni, és ha tetszett a videó, dobni egy lájkot. Áldott szép napot kívánok!